Ennek a kisfalunak 16 éve vagyok polgármestere, és mint 16 éve polgármester nagyon elmélyültem a falunak a tradíciójában és a történelmében. És egy csodálatos és nagyon izgalmas és nagyon fájó történelme van ennek a falunak, hiszen ez a falu kicsiben megszenvedte ugyanazt, mint a világtörténelem nagyban. Gondoljunk az első-második világégésre, Trianonra, hiszen itt húzódik a trianoni határ, és a kübeki gazdáknak a földjei 1920 után átkerültek román területre, amelyet pár évig még, mint kettős birtokos igazolványa művelhettek, de utána elveszítették a tulajdonjogaikat is. Ott utána jött ugye 1956, itt is voltak forradalmi cselekmények, események, és aztán 89-90 körül pedig ránk virradt ez a nagy demokrácia, a rendszerváltás hajnala, amikor ez a falu még visszaszavazta a korábbi tanácselnökét még két ciklusra, utána lett egy másik szocialista polgármesternő, és én és a jelenlegi testületünk 2002 óta, azaz most már 16 éve látja el a közfeladatát itt a településen, és nagyon megtisztelő számunkra az a közbizalom, amely bennünket körülvett az elmúlt négy ciklus során. Nagyon sokat lehetne a falu történelméről beszélni, hiszen egy sváb falu vagyunk, tehát a falu fele sváb volt, és 1946-ban a II. Világháborút követő megtorláskor a kübeki svábokat kollektív náciknak titulálta a rendszer, ismerős az, hogy valakire ráfognak valamit, ma mást fognak rá, nem az, hogy náci, hanem akár sorosista, vagy akár milyen Bérenc, meg ilyen liberál bolsevik, stb. Akkor ráfogták a svábjainkra, hogy kollektív nácik, és ezért egy részét vagy elüldözték, akik nem mentek, azokat pedig egy éjszaka vagomba rakták, és a szomszéd faluból egészen Németországig pakolták ki őket. És tudod, mi a fájó ebbe az egészben, hogy pár évvel ezelőtt kint voltam Németországban, és mondja egy kübeki sváb néni, hogy képzelje, polgármester úr, amikor minket innen elüldöztek, mert svábok vagyunk, meg volksbundos nácik, akkor bennünket valójában azért üldöztek el, mert mi németek vagyunk, és amikor megérkeztünk Németországba, akkor pedig azt mondták ránk, hogy na, megjöttek a magyar cigányok. Tehát otthon se voltunk itthon, meg itt se vagyunk otthon. Tehát ekkor döbbentem rá arra, hogy milyen borzasztó dolog hontalannak lenni. És azt hiszem, hogy ezeken a kríziseken átmentek a kanadai magyar barátaink is, amikor igazából nekik sokkal többet kellett teljesíteni ahhoz, hogy elfogadják őket kanadaikként, vagy kanadai magyarokként, ahol vannak. És a mi németeinket is Németországban bizonyítani kellett, hogy nem haszonélvezők, nem lumpenek, nem valami gazdasági bevándorlók, hanem az, hogy nekik tényleg el kellett valami miatt hagyni a hazájukat. Ez a falu nagyon-nagyon szépen néz ki. Nagy valószínűséggel rengeteg pénz érkezett akkor a faluba állami támogatásként. Vagy hogy lehet egy falut ilyen szépé tenni? Ez az évtized vicce volt, ugyanis hát azért azt tudni kell, hogy és ezt nagyon sajnálva mondom, és nem mosolygok rajta, hanem inkább ezen sírni kellene, hogy Magyarországon az elmúlt években kialakult egy lakályrendszer. Ezt lehet, hogy nagyon nehéz megérteni a kanadai magyaroknak. Mit jelent az, hogy lakályrendszer? Az önkormányzati rendszert úgy alakították át, hogy egy nagyon szűkre szabott költségvetést biztosítanak, főleg a kis településeknek. Minél kisebb egy település, annál mostohább gyermek a rendszernek, de ez komolyan így van. És bevezettek ilyen feladat alapú finanszírozást, aminek az a lényeg, hogy az 50%-át az adott feladatnak lefinanszírozzák, a másikat megoldja meg az önkormányzat. De valamit megértettem, Zoltán, hogyha mi nem kapunk a kormánytól, kapunk Istentől. Én hívő keresztény ember vagyok, és én a szükségeinket mindig oda szokta bíde az Úr elő, hogy Uram, hát akkor most erre lenne szükségünk, arra lenne szükségünk, ad, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és előbb-utóbb minden megvalósult kormányzati támogatás nélkül. Például nemrégiben átadtunk egy Kübeker manufaktúr sváb manufaktúrát, ahol kekszeket gyártunk, csokit gyártunk, süteményeket készítünk, éttermet működtetünk, és rendkívül sikeres, és nagyon jól működik. De rengeteg olyan pályázatunk van, amit nem nyertünk meg, de mégis megcsináltuk, azért, mert
az én Bibliámban az van benne, hogy aki tornyot akar építeni, az írja össze a költségeket, és kiszámoltuk azt, hogyha mi úgy tudunk magunknak pénzt spórolni, hogyha nagyon racionálisak lesznek a humán kiadásaink, tehát azt jelenti, hogy egy munkakör többen látunk el. Így tudunk spórolni, egy hatatos létszámgazdálkodást csinálunk, azon kívül pedig nagyon magunktól vonjuk meg a dolgainkat, mert több helyről megnézzük azt, hogy milyen beszerzést csinálunk, ha valamit kell, akkor inkább az önkormányzat dolgait halasztjuk el, de a település dolgait meg megcsináljuk. És hát tulajdonképpen, amit nem kaptunk meg az államtól, az így vagy úgy, de meg lesz máshonnan. Azon kívül pedig azt még nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a szegénység az kreatívvá tesz bennünket. Tehát mi egy csomó pénzt nem kapunk meg ugye az államtól, amiből akár vállalkozókat megbízhatnánk, hogy megcsináljanak valamit, de mivel nem kapunk pénzt, ezért mi magunk csináljuk meg. Például most egy selfie pontot építünk, és lehet, hogy több százezer forintért lerakták volna ezeket a betontuskókat, amikre a betűket ráépítjük, de ezt mi csináljuk meg a mi közfoglalkoztatottjainkkal, akik csodákra képesek, hogyha a vezetők szeretik őket. Kübeknél itt végül is a hármas határnál vagytok, innen indul a kerítés. Románia, Szerbia. Hogy állt itt ez a bevándorlási kérdés? Én nem becsülöm le ezt a bevándorlás kérdést, tehát én úgy gondolom, hogy a migráció egy nagyon súlyos kérdés. Minket talán azért érint különösen, hiszen tényleg valóban itt épült a kerítés, de ugyanakkor számomra egy nagy csodája volt ennek az egésznek, hogy miközben itt épül a kerítés, és bennünket is érintett, jó, nem annyira, mint a Tisza túloldalán lévőket a migrációs helyzet, de tulajdonképpen a falu lakóit ez életét nem borította meg. De voltak itt emberek? Pár tucat, persze jött át, hogy ne, persze. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és az én Bibliámban ez van írva, hogy a jövő a béke embereié. Tehát amennyire lehet, próbáljuk a békességet megtartani, még akkor is, hogyha tényleg valós probléma, tényleg lehet benne rizikófaktor, de ezeket meg kell vizsgálni, hogy mi az eredője a dolgoknak, és én azon gondolkodtam el, itt az imént említett német példa kapcsán, hogyha a mi falunk közepébe bedurrantana valaki egy bombát, mi nem menekülnénk el. Magyarország közepébe valaki bedurrantana egy bombát, nem menekülnénk el, és ez a magyar nép már menekült. Emlékezzünk vissza a 40-es években a gazdasági világválságra, 56 utáni időkre, 1989 előtti rendszerváltásra, hát emlékszem, hát folyamatosan mentek el az emberek, és ami borzasztó, hogy miközben arról beszélünk, hogy migráció, aközben magyarok százezrei hagyták el az országot, és ez egy súlyosabb válság az országunk életébe, amiről nem beszél a hatalom, mint a migrációs kérdés, mert most arról beszélünk, hogy egy 2300 embert befogadott a kormánya tudtunk nélkül migránst, miközben 1400 fős uniós kvótára meg nemet mondott, meg hergeljük a társadalmat és félelemben tartjuk a társadalmat, és a magyar égboltra egy nagy ellenségképet projektizálunk. Eközben ők befogadtak 2300 migránst, és befogadtak 20 000 letelepedési kötvényes migránst, amiből a kormány közeli ügyvédi irodák és kormány közeli emberek a jutalékaiból búsás haszonra tettek szert, miközben majd a magyar adófizetőknek vissza kell ezeket a kötvények névértékét kamatostul fizetniük. Tehát én azt mondom, hogy hazugságra jövőt nem lehet építeni. És azt látom, hogy az elmúlt éveinket ez a hazugság szelleme itatja át, ami demoralizáló az egész társadalomra nézve. Nemzeti identitást, ezt nem lehet kijátszani és politikai tőkévé tenni. Ha meg akarja a kormányzat oldani ezt a kérdést, akkor meg tudja csendben is oldani. És én azt látom, hogy a mai egyház, hogyha nem is nyíltan áll ki a propagandista kormány mellett, de például nem szól társadalmi igazság kérdésébe. És az egyháznak pedig a feladata az, hogy Isten országának földi képviselete, tehát kvázi olyan, mint egy nagykövetség, és amikor a kanadai állam elküldi Budapestre az ő nagykövetét, a nagykövetétől azt várja el, hogy a kanadai érdekeket megjelenítse az adott társadalomban, ugye, akár Budapesten, és a kanadaiak, itt tartózkodó kanadaiak érdekét képviselje. És amikor az egyház belelehelte Isten ebbe a világba, akkor ő azért lehelte be, hogy itt sóvá válni, tehát tartalma legyen, nem megízetlen legyen, azt ki kell dobni az úttestre, útra, a fény legyen, lámpás legyen, a sötétbe világítson, útjelző legyen, hogy eligazodást adjon az élet dolgaiban,
a szegényekre, özvegyekre, árvákra, jövevényekre gondolt, és ez a Bibliában benne van, nem Molnár Róbert találta ki. És azt látom, hogy mivel elfogadta a hatalomnak a kegyét és ajándékát, amit a hatalom nem önzetlenül adott, mert ha önzetlen adná, akkor semmi probléma nem lenne vele, hanem elvárásai volt, a kimondott vagy kimondatlan, ezért ezt elfogadták, és innentől kezdve elszállt a tűz. De végül is az állam és az egyház szétválasztása pont nem azt sugallja, hogy az egyház ne szóljon bele az állam. De nincs szétválasztva. Mit hát kollaboráltak. Tehát ma az államhatalom és az egyház, az egyház aki kiállt és az állam a migráció mellett. Én az intézményes egyházról beszélek összességében, ebben természetesen vannak, akik hűségesek maradtak, tehát az ítélkezés lenne részemben, hogy azt mondanám, akkor adhok minden pap, plébános, lelki pásztor besodródott a hatalomnak a bűvkörébe, és ott van. Nem, vannak hűségesek, kicsik, akik vagy finoman fogalmazzák meg a problémáikat, vagy nem, de a főpapok pásztoroktól, egy-két kivételen mondjuk Bér Miklóstól vagy Várszegi Asztriktól hallottam már egy-két dolgot, de igazából nem beszélnek a társadalmi igazságosságról. És hogyha Isten azt akarta volna, hogy az egyház, a mindenkori egyház ne beszéljen a társadalmi igazságosságról, és ne képviselje az igazságot a társadalomba, akkor csinált volna egy nagy szektát, fölépített volna egy nagy hodályt, amit nevezzünk templomnak vagy akárminek, és azon belül oda beengedi az ő embereit, és senki más oda be nem jöjjön, és ki nem menjen onnan. Tehát Isten bele lehet bennünket, keresztényeket ebbe a világba azért, hogy ott világítsunk. És polgármesterként is lehet valaki keresztény, és őnek is az a feladata, nem a hatalomnak megfelelni, hanem az Isten elvárásának. És amikor Isten elvárásának megfelelek, akkor lehet, hogy ütközök a hatalom elvárásával, de tudom, hogy ki az én megbízom, mint nagykövet. Itt ez egy nagyon jó példa, amit mondtál, mert hogy önkormányzati képviselőtestület van, akik ugye azoknak tartoznak felelősséggel, akik megválasztották. Tehát Kanadában úgy néz ki ez, hogy önkormányzati szinten a pártok egyáltalán nincsenek jelen, tehát mindenki idézőjelben azt mondhatnánk, hogy független jelölt. Mert hiszen, hogyha arra gondolunk, hogy most valaki polgármester lesz, és vannak pártok, akkor alapvetően lehet, hogy mondjuk egy 50-60%-a, akkor bemegy a testületbe, ellenzékelő szembe. Tehát, de hiszen azt gondolom, hogy kübekházán sincsen, mit tudom én, akár jobbikos vagy fideszes járdaépítés, vagy akármilyen egyéb dolog. Tehát önkormányzati szinten ez egy nagyon rossz dolog, és nem is értem azt, hogy mi, de úgy látom, hogy egyébként abban az irányba hat, hiszen te is független polgármester vagy, nagyon sok független polgármester lett, tehát abban az irányba hatnak az emberek igényei, hogy ne párt vezetők vagy párt tagok jelenítsék meg az ő vezetőiket, hanem olyan emberek, akiket ők direkt módon megválasztanak, és itt ugyan függetlennek nevezik, de végül is valószínű, hogy jobb lenne, hogyha mindenki csak azoknak tartozna felelősséggel, akik megválasztották, és nem egy fölsőbb elvárásnak kéne eleget tenni. Hát, normális demokráciában így kellene, hogy működjön. Kübekházáról e kapcsán csak annyit tudnék elmondani, hogy 2002-ben lettem polgármester, és azokkal a képviselőkkel vagyunk ma is egy képviselőtestületben, gyakorlatilag némi változás azért volt, akikkel annak idején elkezdtük. De amikor elkezdtünk, volt nekünk egy nem írásba foglalt fogadalmunk, egy kvázi törvényeken fölül álló törvény mindannyiunkra nézve, hogy nekünk első kübekháza érdeke, fejlődése, szépülése, az itt élő emberek ügye. És minden más csak utána következik. Tehát, és ehhez mi azóta is tartjuk magunkat. A testületben mindenféle párt irányultság megvan. Van a fideszes irányultságú, van liberális, van konzervatív keresztény irányultságú, van, aki tényleg függetlennek gondolja, de mert vannak szocialisták. De együtt dolgozunk, mert a fölöttes elfogadott törvényünk az arra kötez bennünket, hogy a falu érdekét nézzük elsősorban. És amikor döntésre hív egy élethelyzet bennünket, mert van ilyen, akkor tudjuk azt, hogy mi nekünk mindig a kicsik mellé kell kiállni. A mi megbízóink mellé kell kiállni. És nekem nem a kormánnyal kell elszámolnom arról az útról, amit én képviselek és megtettem, hanem el kell számolnom a választóknak. 4, illetve most már 5 éven. A magyar kormány végül is azt jelenti ki, hogy minden magyar fontos számára, minden magyar egyenlő. Tehát én azt látom, hogy például a
az elszakított területeken az egyházi vezetők, egyházi lelkipásztorok támogatást kapnak a magyar államtól. Diaszpórába különböző programokat írtak, itt Kőrösi Csoma program, amikor ösztöndíjasokat küldenek egy-egy szervezethez, hogy segítsék a munkájukat. Most volt egy 300 milliós pályázat, amiben több száz szervezet nyert 1-2 millió, 3 millió forintokat. Tehát úgy néz ki, mintha az állam próbálná a magyarságot egyfajta irányba terelni, ami nagyon sok esetben pozitívnak néz ki. Innen, hogy látjátok ti ezt? Én ezzel maximálisan egyetértek, hogyha a motivációk tiszták és szentek. Tehát nem csak a célnak kell szentnek lenni, hanem az odavezető útnak is. Miért támogatom én a külhoni magyarságot? Esetleg azért, hogy ők rám szavazzanak, tehát egyfajta hatalomkoncentrációért, agymosás, egy tömbbe szedni össze a magyarságot, ez egy nagyon veszélyes dolog. Ha azért támogatom őket, mert őket is magyarnak gondolom, és segítem az ő ottani önrendelkezésüket, az ő programjaikat, és nem azért, mert lesz valami külön politikai elvárásom velük szembe, akkor ezzel nincs probléma. Csak a hatalomnak a morálját ismerve, én azt látom, hogy nem ezért adják a pénzt. És nem ezért adják az egyházi támogatásokat, és nem ezért emelnek ki külön önkormányzatokat, ahol kedves polgármester van, és kedves közgyűlés van is, és más önkormányzatokat megbüntetnek. Tehát, hogyha a kormány komolyan gondolna azt, hogy ő neki minden magyar fontos, akkor a legkisebb falu népét is ugyanúgy támogatná, ahogy a legnagyobb megyei jogú városokat, ahova dől a pénz, vagy ötödik kerület, ahova dől a pénz, vagy ahol fideszes polgármesterek vannak, hanem akkor megértene azt, hogy a legkisebb falu népének is ugyanolyan jogai kell, hogy legyenek a harmadik évezredben, 2018-ban, mint mondjuk egy megyei jogú városban élőké, ahol az én kedvenc, vagy az ő kedvenc polgármesterük a vezető. Én azt mondom, összefogásra van szükség, kellő alázatra minden oldalról a másik irányába, és közösen kell kitalálni Magyarországot, és a civilek nem ellenségek. A civilekben rengeteg kreativitás van, muníció van. Hódmezővásárhelyi választás, amiben részt vettem, mint kampánystábtag, megmutatta, hogy a lelkesedést nem lehet pénzzel kiváltani. És a győzelemhez vezető, a sikerhez vezető út, egy társadalomnak a morális helyreállításához vezető út, hogy az embereket bevonjuk a munkába. És a kormányzatnak pedig, a kormányzat akkor tud naggyá válni az emberek szemébe, hogyha ezt az alázatot, ezt a szelítséget, ezt az odaadást, ezt az őszinteséget, a tiszta kezek politikáját látják bennük. Lehet, hogy idealisztikus, amit mondtam, de így működne az ország. Én ebben hiszek, ezt csináljuk kicsibe, és működik.